Izgalommal esik az angyalt, ünneplő ruha van és karácsonyi szag, és boldog rejtelmesség a levegőben. Programokkal várták a városban élőket aranyvasárnapon is. Késő délután Bakonyi Csilla, a Vörösmarty Színház színésznője mesélt a gyerekeknek karácsonyi történeteket. Ha jól figyeltek a kicsik, akár jegyet is nyerhettek a Városi Teátrum egy előadására. Rátok is vigyázz a bátyuskátok! A programok a városháztéri adventi színpadon folytatódtak, itt a Mia Mannó társulat szórakoztatta a gyerekeket interaktív előadásával. A gyerekek bepillantást nyerhettek a tündérek és pillangók világába. Adventi műsort adott továbbá a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, valamint az Alba Régia Vegyeskar is. Karácsonyi hangulatot varázsolva a Városháztérre, de egy dallal kedveskedett a közönségnek a Fehérvár Hangja tehetségkutató nyertese, Lovas Petra is. Spányi Antal megyés püspök aranyvasárnapi ünnepi köszöntőjében az ünnepre való felkészülés fontosságáról és az ünnep jelentőségéről beszélt. A mindennapi taposó malomból egy időre az ember kiszakad, és igazán önmagára találhat. Békétlen lelkének, szívének, és a benne élő jót ki tudja mutatni, oda tudja ajándékozni. Székesfehérvár polgármestere adventi köszöntőjében így fogalmazott. Az adventi időszak a várakozásról szól és a készülődésről. Ki kell szakadni a mindennapokból, később pedig arra törekedni, hogy a hétköznapokat is ugyanabban a szeretetben és békében egymással törődve töltse mindenki, mint ahogy azt a szeretet ünnepén teszi. Ha van a rohanó világban idő, amikor talán egy kicsit megállunk, talán egy kicsit lenyugszunk, és talán mégis a legfontosabbal, szeretteinkkel, barátainkkal foglalkozunk, akkor karácsony az. És ha van várakozás, ami örömteli mindenki számára, legyen az kicsi vagy nagy, az azt gondolom, hogy az adventi időszak várakozása. Karácsonyig tehát alig egy hét maradt vissza, az ünnepre való ráhangolódást az adventi színpadon egészen szerdáig segítik majd programokkal.